Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az izgalom lassan a tetőfokára hág, hiszen a Városi Kispás labdarúgó bajnokság mezőnye túl van a 25. fordulón. A zárás előtt egy játékhéttel már több helyezés sorsa eldőlt, mint például az első kiesője, mely együttes a Korall. Ezen a héten a Széphő Szeder Klubfeca találkozót láthatják egészben. Egyik csapatra sem lehet azt mondani, hogy nyugodt vérmérsékletű játékosokból áll, éppen ezért érdekes találkozóra lehetett számítani. A Kispás bajnokság első osztályának 25. fordulójában Széphő Szeder Klubfeca. Fehér mezben, jobbról balra a Széphő Szeder, még világos kék szerelésben a Klubfeca együttese. Igazán tétje ennek a mérkőzésnek csak a Széphő Szeder számára van, hiszen ők még a kiesés ellen küzdenek. A Klubfeca pedig a hatodik helyen áll a tabellán. Így a Fecát különösebb veszély nem fenyegeti sem. A kiesés oldaláról sem, pedig a bajnoki cím részéről. Egy erős középcsapatnak mondható az együttes. Az őszi randevú alkalmával a Klubfeca 5-3-ra nyert a Széphő ellen. A két együttes összeállítása. A Széphő Szeder kapuját Mágó Balázs védi. Aztán mezőnyben 4-essel Balla Róbert, 9-essel Vörös Attila, 7-essel Balla Károly, 10-essel Balla Tamás és 15-essel Pintér Máriusz. A másik oldal kezdő együttesek: Csönge Norbert a kapus, 2-essel Bogori Balázs, a képen most a labdával van, 7-essel Kellner Zsolt, 3-assal Balogh Zoltán, 5-össel Juhász Károly, 8-assal pedig Gelencsér Péter. És itt az első találat, a harmadik percben Kellner beadását, centerezését Balogh Zoltán passzolta a Széphő kapujába. 1-0-ra vezette tehát a Klubfeca, és még nem telt el 3 perc a mérkőzésből. Már is egy válasszal próbálkozik a fehérmezes alakulat. Balla Tamás lőtt a kapu mellé. Kellner. Bobori. Kellner kapja vissza, aztán Balogh Zoltán a labdával. Kellner kéri, kapja is, pontos volt a labda, azonban picit messze pattant tőle a játékszer. Mágó érkezett és tisztázott, a bedobás után pedig Gelencsér fejese nyomán a labda a kapu fölé száll. Letámadott most a Feca, azonban kiszabadult a szorításból a Széphő, és Balla Tamás kiharcol egy szabad rúgást. A negyedik percben tehát szabad rúgáshoz jut a Széphő Szeder. Gelencsér lépett közben. Kellner indult volna meg a jobb oldalon. Balla Tamás keresztezett. Balogh. Bobori. Lecsúszott a lábáról. Balla Róbert. Balla Tamás. Csünge. Lábbal véd. Széphő jelenleg a 12., vagyis az utolsó előtti a bajnoki tabellán.
19 ponttal. Őt követi a Korral 17 ponttal. Előtte pedig a Sünni és barátai található 20 szerzett ponttal. Még a 10. helyen a Fészeképítők 21 ponttal. Tehát igen szoros még a hátsó régió. Az utolsó fordulóban dől el, hogy mely együttes marad bent az élvonalban, és melyik kényszerül búcsúzni, melyik három csapat kényszerül búcsúzni. A Klubfece eddig 22 mérkőzésen 31 pontot gyűjtött, 10 győzelmet, egy döntetlent és 11 verességet tudhat magáénak. Ugyanez a mutató a másik oldalon, 5 győzelem, 4 döntetlen, 13 vereség. És bizony meglehetősen sok gólt kapott a Szép Hő, szám szerint 106-ot, pontosabban most már 107-et. Balla Károly egyenlít! Csönge vetődött ki, azonban Balla Károly alatta elgurította a labdát. 1-1 a 6. percben. Gelencsér. Balog Gelencsér kapja vissza, aztán Balog Zoltán hozza el. Juhász Károly. Balla Tamás és Balla Róbert lábai között is elsuhant a labda. Balla Károly. Bobori szerez labdát, aztán Balla Tamás tisztáz. Balog Zoltán bedobása. Bobori szép. Szép játék volt, és 2-1-re vezet a Klubfeca. 7. perc. Bobori sérülés miatt az utóbbi hetek mérkőzéseit kihagyta, de most úgy döntött, hogy mégis játékba száll, pályára lép, és hát góllal köszönt be. Már a 7. percben. Kellner, Balog. Kellner kapja vissza. Csöngének hátra. Bobori. De a védők mögé. Gelencsér. Mellé. Vörös, Bobori, Kellner, Vörös érkezik hátra, Balla Károly, Balla Tamás, jól hozzák fel a labdát a Szép Hő játékosai, Vörös, Kellner érkezik vissza, Balog, Gelencsér, Bobori, Juhász. Bobori. Túlságosan hosszú volt a labda. Gelencsér nem érhette el. Kellner fején csúszott meg a játékszer, azonban előtte már Balla Károly szabálytalan volt. Így a megmozdulást lefújták a sétmesterek, Balog Zoltán. Gelencsér. Bobori. Juhász, Pintér, Balla Tamásnak hagyja ott, Kellner, Gelencsér, Balog a jobb oldalon, Juhász, szép gól! Mágó kapus lábai között jut a labda a hálóba. 3-1 az eredmény a Klubfeca javára a 9. percben. Már Juhász Károly is feliratkozik a góllövők listájára. Vörös. 3-1-es Feca vezetés tehát.
A Klubkeca az utóbbi fordulókban igen kemény csatákat vívott. A múlt héten például a Bádogostól szenvedtek el 7-5-ös vereséget. Aztán előtte a Blue Hétfőt simán verték 10-4-re. A 22. fordulóban pedig a bajnokaspiráns Bombontól szenvedtek 5-4-es vereséget. És volt még egy döntetlenjük is a Toruline ellen. 5-5 a 21. fordulóban még május elején. A szép őszeder. A múlt héten a Cooper SC-től szenvedett 7-4-es vereséget. Előtte pedig nem tudtak kiállni a Csépuszli elleni mérkőzésre, így ezt 3-0-val veszítették el. A Bádogostól pedig 4-3-ra kaptak ki. És legutóbb, május 7-én a fészeképítők ellen tudtak nyerni, akkor 5-3-ra. Ez volt az utolsó pontszerzésük, és a pályán már is 4-1 az eredmény, ismét Juhász Károly a gólszerző. 11. perc. Juhász második gólja a találkozón. Vörös, Intér, Vörös kapja vissza. Bala Róbert, Bala Károly egyből. Túlságosan magas volt a keresztlabda. Máriási. Balog. Juhász fut keresztbe a védőfal mögött. Balog Zoltán próbál elmenni a jobb oldalon, ez nem sikerül, megállítják. Szöglet. Máriási. Ott nincs játékostárs. Balla Tamás. Vörös. Juhász szerelte. Balla Tamás. Balla Róbert. Kint volt. Máriási. Bobori. Egymást zavarja a két játékos, Bobori és Kellner. És ez a veszte a Klubfecának. Balla Tamás volt szemfüles és erőszakos. Kellnertől vette el a labdát, és a hálóba helyez. Szép Hőfeca 2-4. 13. perc. Potyognak tehát a gólok elég rendesen, 13 perc alatt 6 gól. Majdnem 2 percenként lőtték a csapatok a gólokat. Balla Róbert. Balla Károly ívelné előre. Balog Zoltánban akad el Király. Máriási. Balog Zoltán zárkózik fel. Balog még, Máriási, Balog, mellé. Szépen játszották ki a szép hővédelmét a kétmezesek. Balla Tamás a túloldalon, aztán Pintér Máriusz, 3-4. 14. perc. Egy gólra felzárkózik a szép hőszeder. Ha ez így folytatódik, bizony igen nagy számokat kell írni majd a szerzett és kapott gólok mellé. Balog. Király. Balla Tamás érkezett határozottan. Király bedobása. Vörös fejeli ki. Ismét az oldalvonal mellől próbálkozhat a Klubfeca.
balok bedobása a Bobori, messze pattan tőle a labda. Balla Tamás, Pintér, Királynak oszt ki egy kötényt. Vörös. Csönge hárít. Aztán Máriási is kötényt mutat be. Vörös szenvedt el. Balla Róbert. Király szerez labdát. Távolő lövés. Fölé. Vörös. Bobori veszi merre. Aztán rosszul ér a labdába már lábbal. Szép hőbedobás. Balla Róbert. Balla Károly fordul le. Csönge véd. Nem volt már igazán erő a lövésben. Balog. Csönge kapus. Boborinak. Máriási. Balla Károly, bedobás. Vörös, csöngét zavarja, és a kapus még el tudta ütni a labdát. Két fehérmezes is ott volt a kapu előterében. Pintér, eladja, Bobori. Máriási. 4-3-as klubfeca vezetés. Balog. Bobori lent a szélen, nagyon szép gól. Várt a középüttetársakat, nem érkeztek így, Bobori lövésre szánta el magát, és kilőtte a bal sarkot. A 17. percben 5-3-ra vezet a klubfeca. Bobori is már két gólos. Csönge jött ki a kapujából egészen messze. Dombi Ferenc próbálta visszafejelni a labdát, Gelencsér kézzel ért labdába. Dombi. Pintér. Dombihoz kerül vissza és eladja a labdát. Balog. Gelencsér segíti ki. Király. Máriási. Balla Róbert lépett közbe, aztán Dombi Ferenc ugyanezt tette Balogh Zoltán lövésével szemben. Bobori pedig egy elegáns mozdulat, azonban ez most nem vezetett eredményre, mondhatni haszontalan volt. Meg is kapta érte a társaktól a feddést, Balogh. Feca bedobás következik. Bobori. Balog. Király. Balla Károly. Balla Tamás aztán középütt. Mellé azonban Balogh Zoltán már lerántotta még a lövés előtt. Szabad rúgás a Szépül Szeder javára. A 19. percben járunk. Hatos vonal előtt a labda, háromtagú a klubfeca sorfala. Balla Róbert, Balla Tamás, és elkerüli a kaput. Ketrec előtt keresztbe suhant a labda, és mindenki mondja a magáét mindkét oldalon. Egyre idegesebbek most már a játékosok. 6-3-as, illetve 5-3-as. Klubfeca vezetés, elnézést, hogy megelőlegeztem a kékmezeseknek egy találatot. Balogh. Bobori. Szép volt a csel, és itt van a hatodik feca találat. 19. perc. 6-3 a klubfeca javára. Bobori 3 gólos ezen a mérkőzésen. Balla. Gelencsérben akadt el. Balla Tamás, Balla Károly felé.
Buboriról próbált lefordulni, ez nem sikerült. Kellner, Máriási. Balla Tamás, csönge messze kint a kapujából. És ez most a hasznára vált. Máriási, Kellner, Juhász érkezik a pályára ismét. Balla Tamás. Gelencsérről megy ki. Szép hőbedobás. Balla Károly. Csönge húzza le. Gelencsér. Juhász indul meg, nem jut el hozzá a labda. Balla Róbertben akadt el. Máriási. Juhász. Máriásinak vissza. Gelencsér. Dombi támadja, szabálytalanul. 21. percben járunk. 6-3-as klubfeca vezetés. Gelencsér. Szoros emberfogásra váltott át a szép hőszeder. Balla Róbert. Dombi. Egy lövés, csönge hárít lábbal. Fehérmezesek dobhatnak. Dombi. Balla Tamás. Pintér Máriusz kézzel ér a labdába. Szabadrúgás kifelé. Máriási. Kellner. Bobori. Juhász. Máriási, aztán Gelencsér is játékba avatkozik. Bokából túlságosan a kapu fölé emelte a labdát. Bobori szerez labdát. Bobori szép, negyedik gólja Boborinak. 7-3, 22. perc. Dombi. Pintér kézzel vitte tovább a labdát, le is fújják. Juhász. Vörös. Szép volt a csel. Újabb két embert csapott be, aztán Gelencsér érkezett vissza jó ütemben. Kellner pedig ismét hibázik. Pintér Máriusz dobja majd be a labdát. Ez megtörtént, Balla Tamás feje felett pedig elszáll. 2 perc van hátra az első fél időből. Kellner. Szöglet. 7-3-as klubfeca vezetés. Egy fél időnyi játék után eddig Bobori Mágó kapus lábáról hagyta el a labda a játékteret. Újabb szöglet. Most nem értették meg egymást a társak, Gelencsér és Máriási. Juhász pedig megakadályozza, hogy meginduljon a szép hő. Vörös. Bobori. Pintér. Juhász. Máriási. Kellner indulna meg a bal oldalon, azonban Máriási elveszti a labdát. Pintér. Dombi. Balla Károly. Dombi indul be középen a védők között. Egy picit hosszú volt a labda. Bobori. Dombi fejelte le, és vége az első fél időnek. 25 perc játék után, tehát 7-3-ra vezet a klubfeca a szép hőszeder ellen.
A kispályás mérkőzések szünete nem tart tovább általában 2-3 percnél, és a mai mérkőzés sem tér el az átlagos találkozótól, már mint az idő ilyetén beosztását illetőleg. 7-3-as Lupfecsa vezetés tehát. Máriási, és bizony-bizony a szép Őszedernek ugyancsak sietőssé válik a dolog, hiszen egyre közelebb kerülnek a kieséshez. Balla Károly, Balla Tamás, Vörös indul be, Kellner fülelte le az átadást, Vörös erőszakos, aztán Bobori hozza el. Nagyon jól játszik Bobori ezen a mérkőzésen. Juhász, Máriási Boborinak vissza, Mágó Balázs védett. Máriási szöglete. Bobori sarokkal mellé. Vörös, Balla Károly, Kellnerről vágódott le, Balla Róbert, Balla Tamás, Csönge, Máriási, Boborinak hátra. Csönge, Kellner, Csöngéig vissza, Bobori, járatják a labdát a Lupfecsa játékosai, Máriási, Kellner indulna be a bal oldalon, nem kapja, Gelencsér, Máriási az vissza, aztán Gelencsér és Máriási összjáték, újfent, Gelencsér a bal oldalról lövi el, ez kijön Mágóról, és aztán elhozzák a fehérmezesek. Vörös. Vörös húzza ki. Máriási nem tudja levenni. Kellner pedig elengedi a labdát. Bobori. Csönge. Juhász, keresztlabda a túloldalra, túlságosan hosszú. És mindemellett, hogy hosszú, pontatlan is, hiszen Máriási nem indult be. Balla Tamás. Juhász szerez labdát. Juhász még, Juhász! Mágó védett. Szöglet. 29. perc. 7-3-as Fecsa vezetés. Máriási, Balla Róbert, most már Balla Tamás a labdával. Kellnerre vezette rá Balla, majd Kellner löki fel. Szabad rúgás. Kilenc méterre a kaputól a labda. Két Balla. A labda mögött most már csak Balla Róbert maradott. Vörösnek gurítja le, nem is volt rossz, mellé. Marad a 7-3-as Fecsa vezetés. Balog. Kellnert futtatja. Hát, nem tudom, Mágó érkezett, de érzésem szerint a hatoson kívül ért a labdába kézzel. Lehetne rajta vitatkozni. Közben Almádi Ferenc is pályára lépett 99-es számmal a Lupfecsa együttesében. Balla Róbert. Vörös. Pintér. Balog lépett ki. Balla. Kivezeti.
Juhász, Máriási, Kellner, Máriási hoz vissza, Csönge, Balog, Juhász, Balog, Kellner, egyérintős játék, Juhász lövi el, szép gól, 8-3, 31. perc. Juhász már 3 gólos, és a rendkedvéért a többi gólszerző Bobori 4-szer, és Balog Zoltán 1-szer, illetve Balla Károly, Balla Tomás, Pintér Máriusz az eddigi találatok jegyzői. Almádi, Kellner, és gól. Nem tudom, a gólszerző Kellner vagy Almádi-e, hiszen a gólvonal előtt beleérte Almádi Ferenc a labdával, nem láttam jól. Minden esetre a gól ténye vitathatatlan. 3-9 ezzel az eredmény. Ez a 32. perc történése. Máriási. Balog. Juhász veszi merre. Máriási. Csönge. Almádi. Balog. Pintér szerel, vörös. Csönge kapust, azonban túl hosszú volt a labda, nem érte már be. Kellner. Balla Tamás szerez labdát. Balog vele szemben, Csönge szedi fel. Juhász, rögtön fordul a feca, 3-2-ben Juhász. Balla Róbert lépett ki jó ütemben. Balla Károly, Balla Róbert, Balla Tamás, szép játék. Elől maradtak a feca támadói. 9-4 az eredmény a klub feca javára. 34. perc. Egészen pontosan 20 perccel ezelőtt lőtt volt a szép hőszeder együttese. Almádi bedobása, Juhász, esernyőcsel, egy ejtés a kapufára. Emelés. Majd vörös húzza ki. Balog. Balla Károly. Balla Tamás háta mögé. Pintérnek azonban jó. Nem nagyon. Akkor fölé lőtte a labdát. Csönge. Kellemetlen szituáció volt a kapus számára, hiszen két fehérmezes is rárontott. És ugye kézzel nem érhetett a labdába a hazadás révén. Szöglet a másik oldalon. 35. perc. Máriási sarokrúgása. Kellner balláról vágódik le. Feca bedobás. Máriási. Inkább lábbal végzi el, és bizony jól tette, hiszen Kellner érkezett, és nagyon felragasztotta a labdát a jobb felső sarokba. 10-4 az eredmény. 35. percben. Balla Tamás. Balog, Máriási, Csönge.
csönge. Máriási, Pintér, Balla Károly csöngét nem bírja kicselezni. Máriási, Bolog Zoltánnak hátra, Kellner. Palog. Rossz helyre. Balla Tamás. Juhász mellett megy el. Aztán jól kényszerítőzik Balla Róbertel. Majd átlövi. Keresztbe a labdát. Pintér. Juhász szerzi meg. Máriási. Csönge kapusnak hátra. Dombi fejelte vissza. Feca bedobás. Kellner. Almádi. Balla Károly. Balla Tamás zárkózik fel 3-2-ben. És elpuskázzák a szép hőjátékosai. Nem volt túl pontos a passz. Almádi. Balog. Máriási, Almádi, a kötényeket kérjük mérkőzés után leadni, és Balla Róbert az üres kaput sem találja el. Marad a 10-4-es klubfece vezetés. Balog Zoltán, Almádi, Balog, Balla Károly, Juhász lépett közbe. Balla Tamás bedobása, Dombi zárkózik fel, kapáslövés jobbal, azonban a labda elkerüli a Feca kapuját. 38. percben járunk, 10-4-es klub Feca vezetés. Balla Tamás a félpályánál szerez labdát, aztán lő mellé. Balog. Juhász. Megszerűdíti. Kellner. A vonal mellett. Balla Róbert gyötri. Almádi. Viszont üres területre, ahol aztán nincs kékmezes játékostárs, de még fehérmezes sem igazán. Mindössze Mágó Balázs futott a labdáért, a szép hőkapusa. Dombi. Szöglet. Dombi szöglete. Balla Róbert levágódik. Dombi Ferenc a kapufát találja el, Balla Károly lövését pedig csönge védi. Hát bizony a szerencse is a klubfeca mellett áll. Átszáll mindenki feje felett a labda. Kellner érkezik vissza. Máriási. Balog. Juhász teljesen üresen a bal oldalon. Meg is nézhette, hova lövi. Pintér Máriusz azonban időben visszaért. Máriási, Juhász. Szép. Kijátszották most a szép hővédelmet. 11-4. 39. perc. Juhász Károly is már 4 gólos. Épp úgy, mint Bogori Balázs. Pintér. Balla Tamás. Gelencsérről vágódott le. Csönge. Király. Balla Róbert szerelte. Balla Tamás. Balla Károly. Dombi. Balla Róbert. Királyban akad el a labda.
Három támadó, két védő, Máriási, Király. Osnár Bala Tamás is visszaérkezik, Gelencsér. Király lép közbe, Mágó azonban védett, Pintér. Balla Károly veszi le, Kapura már nem tud vele fordulni. Király. Gelencsér. Dombi. Bobori. Jó ütemben lép ki. Bobori egy csel, még egy, aztán egy lövés és egy gól. Bobori ötödik találata 41. percben. 12-4-re vezet már a klub feca. Mert ez bizony lassan demoralizáló. Ennyi gólt kapni. Balla Károly. Pintér az oldalhálót találja el. Akármennyire is sok gólt kap a szép őszeder, tartja magát. Már amennyire lehet ilyenkor tartania magát egy csapatnak. Tehát nem adják fel, továbbra is támadnak. Gólhelyzetbe kerülnek. Gelencsér. Balla Károly szerzett most labdát például a félpályánál. Lövése pedig Boboriról pattan le szöglet. Dombi szöglete át a túloldalra. Azonban kifelé jár a szabad rúgás. Király. Csönge. Balla Róbert. Csönge. Balla Tamás. Kint van. Gelencsér. Balogh Zoltán, Gelencsér kapja vissza. Mágó hárított lábbal. Balla Róbert. Pintér Máriusz. 43. percben járunk. Balla Károly. Balla Tamás. Eddig szép. Csönge hárított. Bobori. Király tartja még bent. Balog. Puskázták a lehetőséget most a feca támadói. Balla Tamás. Balla Károly. Balla Tamás. Szép gól. A jobb kapufáról vágódik a labda a hálóba. 12-5 az eredmény, továbbra is a klub feca javára. 44. percben. Máriási, Pintér. Máriási. Zoltán. Gelencsér. Balognak vissza. Juhász a bal oldalon. Kioszt egy kötényt. Bobori azonban nem érte a labdát a túloldalon. Balla Róbert. Balla Tamás. Balla Károly. Ellövi, Csönge hárít, kijön róla a labda. Dombi szerzi meg. Aztán ki is vezeti az oldalvonalon túlra. Csönge. Balla Tamás. Balla Róbert. Balla Károly. Boboriról vágódik le. Balla Róbert szerzi meg és tartja. Két ember mellett vitte el a labdát. Balla Tamás. Most zárkóznak fel a fehérmezesek. Szép! Balla Róbert a gólszerző. 6-12. 45. perc.
Juhász királyt futtatja. Kint volt már. Balla Tamás. Dombi csönge hárít. Balla Tamás elcsúszott a lövés pillanatában. És rosszul is esett. Ezért nem talált célba a labda. Az utolsó 5 percen belül járunk. 12-6-os klubfeca vezetés. Bobori. Letámadnak a fehérmezesek. Bobori. Király. Dombi. Balog. Balla Tamás. Pintér Máriuszig nem jutott el a labda. Balla Károly. Bobori. Megnézi, hogy hol van körülötte az ellenfél játékosa. Aztán kihozza a labdát. Gelencsér. Balogig nem jut el. Csak most. Szép hőbedobás. Nem figyelnek. Dombi kérte elnézést Balogtól, illetve segítette fel a földről, és eközben Mágó kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra. Király érkezik lövésre. Kapu fölé száll a labda. Már a 48. percben járunk. Balla Róbert. És csönge helyére most Kellner Tamás áll a kapuba. Ötve Keller Zsolt, elnézést. Király. Balla Róbert. Balla Tamás. Gelencsér jól tartja. Balog érkezik hátra segíteni. Nem sikerült. Pintér. Balla Tamás. Juhászban akadt el. Balog. Juhász. Szép volt a csel. Balog. Bobori zárkózik. Gelencsér. Sakmat helyzetig játszották a kékmezesek. 13-6 az eredmény. 49. perc. Gelencsér volt a gólszerző. Ő is feliratkozott tehát a góllövők listájára. Juhász. Balla Károly keresztezett, aztán Balla Tamás teszi tovább, Balla Róbert, Balla Károly, Pintér, Dombi indul be a túloldalon, Pintér lövi el szöglet, Kellner Zsolt tolta fölé a labdát. Pintér szöglete, Bobori íveli ki, és Balogh Zoltán zicserben törhet kapura. Mágó vetődik ki, és ez volt az utolsó momentuma a mérkőzésnek. A klubfeca tehát 13-6-ra verte a Széphőszeder együttesét, de a Széphőt is dicséret illeti, hiszen vert helyzetből is küzdött, hajtott és gólokat lőtt. Tehát még egyszer a végeredmény, Széphőszeder klubfeca 6-13. Mint ahogy a bevezetőben már említettem, már van biztos kieső, de például a 25. játékhéten fényderült a 3., 4. és az 5. hely birtokosára is. Következzenek az összefoglalók. A tabellát vezető Bombon a 9. Bádogossal találkozott. A Bádogos mindössze 4 mezőny játékossal tudott kiállni, és a Bombon sportszerű cselekedete, ők is 4+1-ben álltak fel, egyenlő esélyeket teremtett a küzdelemhez. A fehérmezes Bombon azonban nem sok esélyt adott ellenfelének a helyzetek tekintetében. A listavezető teljesen felőrölte a Bádogost, mely együttes teljesen szétesett és kedvét vesztette.
10 gólos bombon előnnél még szépítette a kékmezes együttes, beállítva az 1-10-es végeredményt. Nem volt egy szokatlan ez a 4+1-es felállás, mert régen játszhatunk itt kispályán a városba. Végül is annyiban más, hogy többet kell futni, végül is hát nem nagyon volt levegő szokásoktól ellentétben. És hát nehéz volt megszokni végül is az elején. És mennyire volt ellenfél? Hát még az elején, ameddig bírták erővel, addig partnerek voltak, aztán elfáradtak. Azért meglátszik, hogy 3 cserénk volt, nekik még nem volt egy sem. Ugyancsak sima mérkőzés kerekedett ki a Korral Fedél Kft. Találkozóból. A Fedél gyorsan vezetést szerzett, és meglepő módon a kiesés elkerüléséért küzdő Korral szétesett. A Korral játékosai mindössze kapufát tudtak lőni, míg a Fedél 5 gólos előnyre tett szert. A mérkőzés hajrájára a Fedél biztos vezetése tudatában visszaállt, és az elkeseredetten küzdő Korral keményen játszott, és olykor-olykor tetszetős támadásokat vezetett. A Fedél szépítésre igen, de felzárkózásra nem adott esélyt, így a végeredmény 8-2 a Fedél Kft. Javára. A Korral így búcsút intett az első osztályú tagságnak, míg a Fedél a 3. helyet szerezte meg. Magával a helyezéssel elégedettek lehetünk, mert azért jobb csapatokat is megelőztünk, mint amilyek mi vagyunk, de azt sajnálom, hogy egy komoly lehetőséget szalasztottunk el, mert nagyon közel voltunk, hogy egyen feljebb maradjunk. Hát sajnos, de reálisan elégedettek vagyunk ezzel a helyezéssel. A hullámvölgyeknek mik voltak az okai a bajnokság folyamán? Hát azok nem is igazán hullámvölgyek voltak, hanem hát ott azokon a mérkőzéseken komoly csapatok ellen játszottunk, és sajnos még ahhoz ez a játékos állomány kevés, hogy egy-egy ember hozza magát és eldöntse a mérkőzéseket. Az ellenfélben akkor egyénileg jobb játékosok voltak, és ők megvertek minket. A Turul Lion Blue hétfő összecsapáson gyorsan kiderült, hogy a Turul minél nagyobb arányú győzelemmel kívánja életben tartani bajnoki álmait. A görcsös játék és erőszakos gólszerzési szándék sokáig nem vezetett eredményre, hiszen a Blue hétfő szervezetten védekezett. A Turul Lion nagy nehezen betalált a Blue hétfő hálójába, és a találat megnyugtatta a kékmezeseket. A második félidőben növelte előnyét a tabella második helyén álló alakulat, de a hétfő nem adta fel, és felzárkózott. A hajrában a Turul megadta a kegyelemdöfést, ami a 4-2-es győzelmét jelentette. Sajnos mi elbaltáztuk a helyezésünket, úgyhogy mi nyerjük, amit nyerünk, aztán bízunk benne, hogy jövő héten a Szeder elkapja a bombont. Mi nyerünk, megpróbáljuk legalábbis. A játékról van szó, szeretünk focizni, megpróbáltunk fegyelmezetten játszani. Szoros meccs volt szerintem, végig partiban voltunk. A 4. illetve 5. hely tulajdonosáról döntött az Aprilia motorosbolt C plusz V találkozó. Az Aprilia egyel kevesebb mezőnyjátékossal kezdte a mérkőzést, és ezt a C plusz V ki is használta. A kékmezesek beszorították ellenfelüket, sőt a vezetést is megszerezték. Azonban az Aprilia egyenlítése annyira meglepte a tavalyi bajnokot, hogy hátrányba került. Ezután a C plusz V rendezte sorait és félidő vége előtt fordított. A második játék részben az Aprilia már nem bírta létszámfölényben játszó C plusz V-vel, mely gárda sorra termelte góljait. A végeredmény 11-3 a C plusz V javára, megszerezze ezzel a 4. helyet a tabellán. A Süni és barátai minden szalmaszálat megragad, hogy jövőre is az első osztályban szerepelhessen. A középmezőnyben végző Cooper SC volt a Süni ellenfele a 25. fordulóban. A találkozó elején kiegyenített játék folyt a pályán. A Süni és barátai együttese kihasznált egy védelmi megingást és vezetést szerzett. Az első góltól végig magabiztosabb játékot produkáltak a fehérmezesek, és fölényüket találatokban is megmutatták. A Cooper SC-nek semmi nem jött össze, még büntetőből sem találtak ellenfelük kapujába. Az utolsó percekben a Süni visszaállt, a Cooper pedig szépített, beállítva a 6-1-es végeredményt. Szerintem nagyon jól játszott ma a csapatban mindenki, úgy érzem most, sikerült a bennmaradást kiharcolni. Hogy érezted magad most a pályán hosszú-hosszú eltiltásod után? Hát igen, 2 hónapja nem játszottam, hát kicsit furcsa volt. Nem is ment úgy a játék, megmondom őszintén, 2 gólt rúgtam, de ez az ellenfélről pattant be, hát a többiek segítettek. A 25. fordulóban a következő eredmények születtek: Bádogos Bombon 1-10, Korral Fedél Kft. 2-8, Turul Lion Blue hétfő 4-2, Aprilia Motorosbolt C plusz V 3-11, Széphő Szeder Klubveca 6-13, Süni és barátai Cooper SC 6-1. A bajnokságot a Bombon vezeti 52 ponttal, második a Turul Lion szintén 52 ponttal, azonban rosszabb a gólaránya. Harmadik a Fedél Kft. 48 ponttal, negyedik a C plusz V 42, ötödik az Aprilia 38 ponttal.
6. a Klubfeca, 7. a Cooper SC, 8. a Blue Hétfő, 9. a Bádogos, 10. a Süni és Barátai, a kieső helyeken pedig 11. a Fészeképítők, 12. a Szépfő Szeder és 13. a Korall. Az 1B-ben a Favita Lancaster-köfé melleni óvását a szövetség helyben hagyta, így a mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a Favita kapta. A Dekkebólese Lancaster-köfém és a Lancaster-köfém Fehérvár Horgász volt mérkőzések eredményei 0-0-val igazolva, egyik csapat sem kap pontot, a Lancaster-köfém 2 csapatától 2 büntető pont levonva. A 25. fordulóban pedig az eredmények Zöldker 96 Kft. Fehérvár Horgász volt 4-1, Poyák BT MÁV Gépészet 4-2, Shell Gáz Maraton Sport 3-4, Fehérvíz Hungária Taxi 4-4, Ságépítő RT Más Tészta 2-0, Truck Trailer SC Lancaster-köfém 2 7-6, Dekkebólese Favita 7-12. A tabellát így a Favita vezeti, második a MÁV Gépészet 4 ponttal lemaradva, harmadik a Poyák BT 53 ponttal. A kieső helyeken 11. a Hungária Taxi 25, 12. a Fehérvár Horgász volt 20, 13. a Lancaster-köfém 16 és 14. a Shell Gáz 6 ponttal. A jövő héten, tehát a záró fordulóban a Blue Hétfő a Bádogossal, a Csé plusz V a Korallal, a Fészeképítők a Turullájnal, a Bombon a Szépfő Szederrel, a Klubfeca a Süni és Barátaival, még a Cooper SC az Aprilia Motorosbolttal találkozik. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!